Szeged zöld-fehér együttes. Páling, Zavacki, Balogh Gábor, még tovább, Lisztes óriási helyzetben is német tisztáz. 36. perc, nem jött ki a kapus, a felső lécről pattan ki a fejes. Elekes szépen, jó labda Schneider felé, Szekeres mellett, középen Süle, és Vukadinovic, Süle csúsztatja meg, ott marad a labda, és Seiler. Szétszakadt a mező, nagy sprint, középen tár egy lerántás, mehet tovább, Süle viszi el ezt az eredményes. Süle gyönyörűen lépett ki, és csak sárga lapot kap Seiler, a helyiek vitatják, hogy ez bizony akár piros is lehetett volna, Elekes lövi a büntetőt, vezet a haladás a mérkőzés 41. percében. Elekes maga biztosan laposan Seiler lehetette. Zavacki. Még mindig ott van, Zavacki fekve is, Lisztes. Jó a csel, Lisztes mehet el, betör a 16-oson belülre, laposan ellövi, király óriásit vér, Keller, és mellett. Szép indítás, jó labda középre, Süle. Ezt nem adta meg Tóth Bence. 2-11-es egy meccsen nincsen. Lisztes szerez labdát. Szép kiugratás, Gregor jön király, Gregor elhúz és esik egy mű, és megadja a kétláncát. Gregor elment király mellett, szerintem feladotta magát. Gregor lövi a büntetőt. A 22. perc van a második félidőben, egyenlít a Ferencváros. A büntetőt szépen csinálta Gregor. Nagy Zsolt, Lisztes elé tette le, szabadrugás. Német volt az, akinek már van egy sárgája. Kap egy újabbat, és kiállítja a bíró a második félidő 28. percében. Keller lövi be a labdát, Balogh Gábor nem tud fejelni. Lisztes, szép.